volt egy tök jogos igény, mert megjelentek ezek a vérszívó, dögevő dökkesejű, akik ugyanúgy, mint a Katával, fogták, rácsimpaszkodtak, Lilik elővette a megafonját, amit olyan erősen szorított az arcához, hogy csodálkoztam, hogy nem fort oda hozzá, ordít a rendőr arcába. Most már vérszemet kaptak, és igazából ez egy ugyanolyan felforgató forgatókönyv, mint amit Ukrajnában is csináltak a Majdan alatt, és innentől kezdve az emberek elpártak. Már unják!